2047 új fertőzött és 118 elhunyt beteg. Ezek a Nemzeti Népegészségügyi Központ elmúlt 24 órában történt legfrissebb adatai. Ezzel 331.768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 10.198 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 179.541 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 142.029 főre csökkent. 5.646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 396-an vannak lélegeztetőgépen. Immár 25 kórházi oltóponton zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, és már folynak az előkészületek az idős otthonok lakóinak és dolgozóinak oltására is. Müller Cecília az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján arra kérte a szociális intézmények orvosait, hogy minél hamarabb oltassák be magukat, hiszen ők lesznek azok, akik megszervezik az intézményekben a védőoltások beadatását. Mint elhangzott, a szociális intézményekbe oltócsoportokat fognak küldeni, és helyben fogják beadni a védőoltást a bentlakóknak és a dolgozóknak. Az oltást a nagyobb lakólétszámú otthonokkal fogják kezdeni,